Füzetek, tollak, ceruzák, összesen 40 tétel szerepel az általában szükséges írószerek listáján egy első osztályos számára. Ehhez jön még 12 ajánlott termék, ilyen például a füzetborító, könyvborító vagy füzetcímke. Az írószerekben hatalmas a készlet, és még egy körzőnél is akár 3000 forintos különbségek vannak termékek között. Az első osztályos, ha csak nem örökölt valamit a nagyobb testvérétől, akkor üres iskolatáskával indul szeptembertől, így ezt a 40 tételt mindet be kell szereznie a szülőknek szeptemberig. Alapvető dolgok a füzet, a ceruza, a színes ceruzák mellett azok a speciális elsősöknek való iskolaszerek, amikkel számolni, írni, betűt olvasni tanulnak, számjelkártyák, betűkirakók, dobókocka, hasonló termékek, elég sok minden, plusz a technika csomagok, papírkészletek, amik szükségesek ahhoz, hogy egy elsős minden órán tudjon dolgozni. Egy papírírószerben egy első osztályos felszerelésére maximum 5-6 ezer forintot költenek a szülők. Ebben az árban már jó minőségű írószerek vannak, de a divatos termékek egyértelműen drágábbak is lehetnek. Egy sima A5-ös, előre elkészített füzetcsomag például 470 forint, de a darab ára 75 forintnál kezdődik, ez egészen 800 forintig drágulhat. Hasonló a helyzet például egy tollnál is, amit már 49 forintért is vehetnek, de akár 850-et is ráköltet egy szülő darabonként. A ceruzánál szintén nagy az árkülönbség, 33 és 465 forint közötti termékek közül választhatnak. A végösszeget a tolltartó is megdobhatja, egy egyszerűbb darab már 990 forintért is megvásárolható, de 6500-ért is találtunk, ez persze már töltött tolltartó. Az iskolai kellékek talán legfontosabb darabja az iskolatáska. Egy nagyon jó minőségű darab ára 10 és 20 ezer forint között van. A lényeg, hogy két vállas, állítható pántú és lehetőleg ergonomikus kialakítású legyen. Viszont ha nem mindenből a legdivatosabb és legjobb minőségű árut vásárolják a szülők, akkor egy első osztályosnak 20 ezer forint alatti összegből bevásárolhatnak az írószerben. Az a tapasztalatunk az idei évben, hogy most nincs az a kifejezetten dübörgő dizájn, mint annak idején volt mondjuk egy-egy Walt Disney figura, vagy egy-egy népszerű tinisztár. Most nincs ilyen, és a gyerekek inkább a szép táskákat keresik, ami neki tetszik, ugye lovacskás, cicás, a fiúk azok pedig repülős, vagy pedig olyan, ami az ő lelki világokhoz jobban illik. Tehát most nincs kifejezetten ilyen nagyon erős divat. Az iskolakezdés az első osztályosoknak a legdrágább, nekik ugyanis mindent első alkalommal kell megvenni. Ezzel szemben egy középiskolás tanévkezdése már 10-15 ezer forintból is megoldható, ha a papírírószereket nézzük.